Egészen biztos vagyok benne, hogy a következő napokban a vízpartok látogatottsága kifejezetten magas lesz, legalábbis, hogyha az időjárás előrejelzéseket nézem. Köszöntöm a kedves nézőket, itt az M1-en, Tóth Tamás vagyok. Ennek megfelelően hoztam is egy balatoni képet, méghozzá Tihanyból, a Somosi öbölt láthatjuk Mészői János kedves nézőnk képén. Nagyon szépen köszönjük, ilyen zavartlan időjárás pedig arrafelé is hosszú ideig jelen lesz majd a Balatonnál. Az elmúlt időszakban, másfél nappal ezelőtt, ott az éjszakai órákban azért a Balatont is elérték zivatarok. Nos, a következő napokban pedig az egész ország területén nagyon csekély a csapadék kialakulásának valószínűsége. Legfeljebb a holnapi napon emelkedhet valamelyest. A nyár pedig csak tombol, és a hőség fokozódik a következő napokban. Térségünkben tartós déli áramlás várható, ugyanis itt a nyugat-európai partvidék mentén nagyméretű légörvények láthatók, és ugye ezeknek ilyen a körüljárás iránya, és ha jövök Közép-Európa felé és mutatom az áramlás irányát, akkor azt is láthatták, hogy bizony a kezem délről észak felé mutatott, ami azt jelenti, hogy ezek az alacsony nyomású rendszerek bizony Afrika irányából szó szerint pumpálják majd a meleg levegőt a következő napokban ide a Kárpát-medence fölé. Már ma is emelkedik a hőmérséklet, azonban nem lesz teljesen zavartalan a napsütés, különösen a medence nyugati délnyugati részén, ott lehetnek akár még különösen nap elején nagyobb mennyiségben felhők, majd ezek szépen oszladoznak, illetve gomoly felhők képződnek, fátyol felhők is átmenetileg az égbolton megjelenhetnek. Erőteljesebb gomoly felhő képződés pedig, ahogy láthatják, az Alpok vidékén valószínű, ott heves zivatarok is kialakulnak a hegyek között a délután folyamán. Magyarországon belül pedig a Dunántúlon legfeljebb elvétve fordulhat csak elő csapadék, és mivel fokozódik a meleg, így a vízhőmérséklet további emelkedésére számíthatunk, nem csak a folyók, hanem bizony a nagyobb tavak esetében is. Én nem tartom kizártnak, hogy még júniusban megközelíthetjük egyes tavak esetén, akár még a 30 fokos vízhőmérsékletet sem. És ezt azért mondom ilyen bátran, mert hogyha megnézzük ezeket a hőmérsékleti értékeket, akkor bizony egy jó nagy levegőt vennünk kell, mert tikkasztó idő vár ránk a következő napokban, és arra utaltam, szombaton alakulhatnak ki leginkább az ország területén úgynevezett hőzivatarok, de ez korán sem jelent országos csapadékot. Nemrégiben végig szaladt a médián az a hír, miszerint a Balatonban 15 év múlva már nem tudunk fürdeni. Szakértő vendéget hívtunk ezzel kapcsolatban. Siklós Gabriellát köszöntöm, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét. Kell ettől tartanunk? Nem, ettől nem kell tartani, valóban ugye az álhírek nagyon-nagyon kellemetlenek mindenkinek, de most meg tudom erősíteni, a Balaton 105 cm volt május elején, ennél alacsonyabb az elmúlt 100 évben 67-szer volt, ezzel mindent elmondtam, tehát ettől egészen biztosan nem kell tartanunk. Akkor itt van mellettünk egy vízmérce, ami nem tudjuk pontosan, hogy mit mutat. Szeretném kérni ebben a segítségedet, milyen most a vízállás, illetve milyen a víz minősége? Most már befigyelt 100 cm alá az átlag vízállás, ugye ennek egyértelműen oka most már a sok-sok napos óra és a meleg, a vízminőség pedig tökéletes, hibátlan a sziget üzemű állomásokon és a parti méréseknél, és a kollégák hetente végzik el ezeket, tökéletesek a helyszín és a labor eredmények is. Nagyon szépen köszönjük, mindannyiuknak kellemes pihenést kívánunk innen a stúdióból a nyáron, most búcsúzunk, viszontlátásra! We'll be right back.